Sziasztok, Gianni vagyok, üdvözöllek a csatornán, és a mai videóban a Drakulás sorozatunkat fogom folytatni. Hát a cél most már csak annyi, hogy Drakulának befejezzük az élet célját, és a többi vámpírt pedig próbáljam életben tartani. Úgyhogy át kéne alakítani még valakit vámpírrá, és valakit még kiképezni, úgyhogy ez a mai téma. Ezt próbáljuk meg ma megtenni. Hát kéne amúgy hívni Mikót, és pont most akar minket elhívni, valami koncertre akar minket elhívni. Hát Mikó, menjünk akkor arra koncertre, és akkor erre legalább meg lesz az életének az a része. Nem sikerült elfogadni, hogy elmenjünk vele, és nem tudom rá venni arra sem, hogy eljöjjön. Akkor viszont csináljunk egy klubot. Legyen az a klub neve, hogy vámpírok. És adjuk hozzá, akik már vámpírok. Jó. Legyen ilyen. Oké. Nyissuk ki, hát akkor mikor hajlandó lesz átjönni. Mégiscsak annak ellenére, hogy ő egy vámpír. Na, csak átjött. Akkor hát, ha meg tudjuk most már tenni, hogy felajánljuk neki a vámpír tréningünket. Nagyon remélem, és akkor onnantól kezdve már csak egy címet kéne átalakítani a vámpírra. Ez az? Az készen van. Jó, akkor legyen az a szív, akit átalakítunk Matt. A vámpírra. Merjünk. Így. Mit csinálsz most jelenleg? Ja, még mindig mentorálod? Na, a kutya éhes. Ez a macska szemét világít, de furcsán néz ki amúgy. Adjunk neki kaját. Hát, ha éhes. Nincsen jól. Mindegy, legalább a szímek itt maradtak lent, akiket bezártunk. Ki az, aki nagyon éhes? June, már megint? Belőle? Te mostanság? Hát akkor jöjjött vegyet. Csak most jutott el az odáig, hogy egy elkutyának enni? Hívjuk is ide, hogy egye meg. Azon a legjobb, hogyha meg is várná, hogy megegye. Koszós! Valakinek meg kéne fürdetni a kutyát. Babes, te hova szaladsz? Na most nem tudom, hogy sikerült-e megharapás, vagy sem. Hát lehet, hogy nem. Mindjárt megnézzük. Nincs elég vámpír energiája hozzá. Akkor elmegy most a koporsóba egy picit alukálni. Helyes. Utána folytatjuk. Amúgy elég éhes is. Na mindegy. Bezáradjuk különben most ezt a klubot, nem fontos, hogy legyen már. Érdekes amúgy. Elvileg nagyot ivott belőle, és mégsem lakott jól annyira. Hát mindegy. Megint éhes. Mi van vele? Ő miért lesz ilyen gyorsan éhes? Hogy nem is ivott belőle? A világ pedig nem. Belőle ivott mostanaság valaki? Ja, várjunk, ne készítjük vele. Katrinából akar. Jó, Katrin, igen. Menjünk oda Katrinával. De most miért mennek be mindannyian oda? Mindenki, kivéve a household. Lehet, hogy amúgy azt kéne, hogy eleve bezárom őket a szobába. Mindenkit bezárjunk a külön szobájába. És csak akkor jöhetnek ki, hogyha éhesek vagy valami bajuk van. Nem tudom, hogy arra hogyan fogok rájönni, hogy mikor éhesek. De lehet, hogy az lenne a legjobb döntés. És nem engedni őket ide hátra szabadon, mert így sokkal nehezebb. Na jól van, te meg menj ki innen.
De jó, hogy nem téged küldtelek ki onnan, hanem őt. És neked kellett kirohanni. Nagyot, nagyot igyon. Nem igaz, hogy nem tudnak jól lakni. Na, most úgy néz ki, hogy jól lakott. Na, ő már oda be is állt, akkor őt oda bezárjuk. És akkor bezárunk azért pár címet a szobákba. Mert így nagyon nehéz. Akár meg is várhatom, hogy bemenjenek a szobákba, és úgy bezárni. Mi? Tűz? Állj, hol van tűz? És ki volt már megint? Most komoly. Valaki oltsa el őt? Valaki oltsa el! Mindenkinek kiadom, hogy oltsa el. De miért csak nézi mindenki? Az előző részben is volt legalább 2 darab tűz. Legalább 2 darab tűz volt az előző részben. Mi van itt? Komolyan? Mi történik ebben a házban, hogy egyfolytában így ullad valami? Jó sokába került amúgy kicserélni. Lehet, hogy innen önteni valahogy, mert büdösödik. Most ti mit csinál? Most sorba kirohannak. Hova mentetek? Gyertek be onnan, mert nehogy megigjelnek a vámpírok. Talán Dracula nem ég meg, mert ő, neki már megvan az a képessége, de a többiek megéghetnek. Na, változtassuk át őt is. Cassidyről nem vagyok biztos, hogy át fogjuk változtatni ezek után. Felgyújtja magát, és itt bénázik. Oh yes! Oké, az utolsó rész jön. Össze kell velük barátkozni. Akkor kezdjük vele a barátkozást. Ja, mindegy. Még ki mehetnek felhőt nézni. Neki mi baja van most? Álmos lett hirtelen. Akkor mindenkivel össze kéne barátkoznia. Ja, de nem jó. Mert ugye meghalt az egyik, akit átváltoztatunk. Hát mégiscsak szükség lesz közé. De rendes vagy! Nagyon rendes vagy, kutyus nérókám, hogy ide kakantasz hozzájuk. Kidobjuk. Na, Mizu is veletek, hogy érzitek magatokat? Kicsit ilyes. Hogy lecsittek te? Nézzük, hát, ha van aki... Ó! Mit rohangál ez itt? Na, menjetek be a szobákba, és akkor hát, ha be tudom őket zárni. Hopp, ott van egy. Egyet elkaptam. Ja igen, az a baj, hogy ő vámpír, úgyhogy őt ki kéne engedni. Na jó, esetleg belőle tudna inni most éppenséggel. Nem, belőle ittak. Talán akkor belőle? Menjenek ide beszélgetni. Akkor őt bezárjuk oda. Oké, mindegy. Ezt bezárjuk egy pillanatra. Tudtam, hogy még bejön. Tudtam, hogy még ő is be fog jönni. Nem baj, ígyunk előtte. Ő is elvileg vámpér, úgyhogy talán megérti a dolgot. Csak nem szeretném, hogyha megszökne. Össze-vissza rohangálnak, mit csinálnak? Na, most amíg eszik, addig kinyitom. Hát, ha kimegy rajta ő. Ez az, kiment. Oké. Okay. Ezt is.
Drácula, te hemos comido al lado de las dueñas de. Na, akkor már csak őt kéne valahogy bezárni ide, meg közülük valakit oda. Lehetetlent kértem, úgy látszik, hogy bemenjenek valamelyik szobába. Várjunk már, a vámpír visszajött ide! Ő volt a vámpír? De miért jött vissza, és hogy jött vissza egyáltalán? Eddig őt ki akartam engedni. Na mindegy. Hogy állnak a barátkozással, Drakuláék? De ne menj már el, Drakula. Ja, nagyon, nagyon éhes. Kiből tudnál inni? Ezek micsodák? Ez mi? Mi történik Drakulával? Nagyon-nagyon éhes. Akkor beszélgessem már vele egy picit, Drakula. Majd már azt a labdát, most komolyan. És csaljuk be, mondjuk ebbe a szobába. Mi? Ez az ajtó este zárva van. Mi történik? Vámpir az kiment. Ok. Az legalább jó. Na most már csak őt kéne becsalni valahova. Ez az. Őt sikerült ide becsalni. Most már csak őt kéne oda becsalni, és akkor jók vagyunk. Akkor mindenkinek van helye. Belőle nem tudunk hinni. Belőle sem. Ajajaj, akkor csak belőle tud inni. Igen. Úgyhogy muszáj vagyunk őt becsalni ide. De ez most nincsen bezárva. Akkor miért nem jön ide? Hova megy? Hova megy ez? Hát bepisílt szegénykém. De nem baj. Drakula jön és elintézi még jobban tegény. Most már nagyon éhes, úgyhogy most már nem érünk rá finomkodásra. Hát, ha betalál most már az utolsó szobába. Cassidyt megkérhetnénk, hogy takarítson már ki itt. Hát szegény szimecske, nincs túl jól. Mira, figyelj, itt van a zuhanyzó, ott van az ágy. Találd már meg azt a helyet, könyörgöm. Hát kiüssem neked a falat, vagy mit szeretnél, hogy megtaláld? Na végre! El se hiszem. Ráadásul te egy nagyon jó ágyat kaptál, úgyhogy nem is tudom, hogy miért gondolod, hogy rossz helyre küldtelek. Neked van itt a legjobb dolgod. Na hát most akkor mindenki be van zárva, mert nehéz úgy elkapdosni őket, hogy nincsenek egy helyen külön, elkülönítve. És hát jelenleg ugye senkiből nem lehet inni, úgyhogy remélem, hogy senki nem veszélyesen szomjas, de szerencsére nem. Ő pedig még úgysem változott át. Na, a Drakulának viszont akkor össze kéne haverkodni azokkal, akiket átalakított. Ő akkor már barát. Igen, és elvileg Mikóval is barátok.
És Babe-szel is. Tehát akkor... Igen, itt három van, akivel barát viszonyban van. Na most akkor azt nézzük meg, hogy Matt-tel. De Matt-tel is barátok. Akkor lehet, hogy a June nem elég jó. Beszélgessünk egy kicsit June-nal. Hol vagy June? Épp jön fel ő is. Van itt valaki, egy szellem. Ki van ott? Oli! Oli ott van! El se hiszem. Aj, valahogy oldjuk meg, hogy ők rossz viszonyban vannak, lehet, hogy nem vele kéne. Vele viszont jó viszonyban vannak. Valahogy hozzá lehet adni a háztartáshoz. Nem veszíthetjük el Olit. Most muszáj. Most valamit muszáj. Hogyha másképp nem megy, akkor a csaláskódot be fogom írni. És megpróbáljuk úgy hozzáadni a háztartáshoz. Ed Family! Puff, ott van Oli! Ez az, visszaszereztük Olit. Olira szükségünk van. Igaz, hogy ő most szellem. De akkor is szükségünk van, úgyhogy Oli most már szellemként csatlakozott a háztartásunkhoz. És a vampír energiája nagyon alacsony, de most már meghalni úgysem tud szegényként. Úgyhogy visszatért. Ez ki volt a két feküdt Steve? Még úgysem irányítottam soha szellemet. Ha igaz, nem tudsz onnan kijönni, ne haragudj, ezt elfelejtettem. Habár várjunk már egy pillanatra. Még nem kapcsoltam ki a csaláskódot, teleport. Na, ennek most nagyon örülök, hogy Oli visszatért a háztartásunkhoz. Kék szellem formájában, és most elment aludni, mert tele van merülve szegényként. Nérónak mi baja van? Néró szerintem meg kéne fürdetni. Meg tud szállni dolgokat, mint szellem. Hogy eltörjön, vagy csak megszállja. Érdekes. Jó, meg kéne fürdetni a kutyát. Mi? Magától elmegy le, hogy igyon valakiből? Nem már, hát nem is éhes. Hol ez így éhes a kutya, mert nem volt neki itt kaja kirakva. Na jó, először megfürdetjük. Aztán utána... Visszajárnak a szellemeink határozottan. Nem tudom, hogy pontosan mi baj lehet szegény kutyának, bár lehet ez a sok vámpír a szellem, meg ilyenek azért nem tesznek jót a lelki állapotának szegény kutyusnak. De én tényleg megpróbálok mindent megtenni, hogy jobb kedve legyen. Adjunk neki egy kis jutalomfalatot is. És utána akkor adok neki kaját. Úgyhogy kicsit öleljük meg. Hát akkor biztosan valami más baja van. Mi a baj? Most tudom megkérdezni, mi a baja. Érdekes. Na jó, mindegy. Mi az, hogy már megint tűz van? Hol? Cassidy már megint! Hát én ezt nem hiszem el, de ebben a házban egyfolytában tűz van. Ha valaki ne kell főzni, abból biztos, hogy tűz van. Ez is hihetetlen. Megint tökretettétek a zsötőt. Még a szellem is azt mondja, nem érti, hogy mi történik itt. Na jó. Semmi baj. Gyere csak, Oli, beszélgessünk egy picit, mert össze kéne haverkodni. Milyen sárga lett most. És ugye a naptól ment el szegény, és most ott van az a naposka. Milyen gyorsan barátkoznak, most nézem. De elvileg már barátok, akkor most miért nem fogadta itt el? Vissza kéne hozni valahogy az életbe, ha ez lehetséges. Lássuk csak, van-e valami potion erre, vagy én nem tudom. Hát ki tudja. Ki tudja, hogy milyen dolog van erre, viszont... négy-négy-négynél tartunk, akkor már csak June kell? Ez az, akkor mégiscsak sikerült. June, gyere! Te vagy az utolsó, akire szükségünk van.
Nem biztos amúgy, mert a Ray Jewel-nal barátok. Ja, de hogy jó barátoknak kell, hogy legyen a... Ha. Lilith, hogy került ide? Hát, itt hagyott minket. Jól van. Mindegy, de végül is már csak vele kell összebarátkozni. Hát végül is Cassidynek sajnos nem sikerült vampírrá válni. Helyette Matt kapta meg ezt az áldást, úgyhogy most már így maradunk. Ő az egyedüli, akinek nem sikerült. Hát Olit azt most ugye hozzáálltam a háztartáshoz, meglátjuk, hogy... hogy szétválasztom, mert most már lassacskán a háztartást, és Dracula most már csak egy-két embert tart meg, akiket kiképez utódjának, vagy legalábbis a segítő vámpírjainak. Én arra gondoltam, hogy Mattet és June-t fogjuk megtartani, Oli és Cassidy pedig szabadjára lesz engedve, élhetik most már a saját életüket. Miért van, hogy most mindenki eszik? De hisz... Ő vámpír. Ő meg szellem. A szellemek éhesek. Most akkor neki vért kell inni? Vagy most... Na, hogy van ő? Mert ő egy vámpír, aki szellem. Érdekes. Érdekes. Na mindegy, úgyhogy innen fogjuk folytatni. Most már Draculának nagyon-nagyon kevés hiányzik az életcéljából. És akkor az lehetne, hogy szétköltöztetjük ugye őket. Velünk marad Dracula és Babes, akiket megpróbálok majd összehozni, illetve June és Matt, akiket szintén megpróbálok összeköltöztetni, és Oli és Cassidy pedig szabadjára lesznek engedve, úgyhogy lehet saját életük. Remélem, hogy tetszett ez a rész, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot. Ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!